Helyi termékekkel ismerkedtek a siófoki diákok. A fogyasztói tudatosságot erősítették az Agrárkamara fórumán. Akik hírét vitték Somogyban. A rosszabb bakákról tartott előadást Szakály Sándor történész professzor. Szigorodik a horgászrend a Balatonnál, konferencián tájékoztatták a pecásokat. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Lekvárt mézet, sajtot, szörpöt és más helyi termékeket is kóstolhattak a siófoki Percelmor gimnázium diákjai csütörtökön. Az intézménybe érkezett ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, itthonról otthonra fóruma. A cél, hogy a jövő generációja tudatos fogyasztóvá váljon. Céklából és almából készült ivólevet kóstolt meg ez az ifjú gimnazista, aki ezelőtt soha nem próbált hasonlót. A fiatalok sok számukra ismeretlen ízt is megismerhettek, a helyi termelők befőtteket, szörpöket, savanyúságokat, sajtokat és mézeket is kínáltak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara itthonról otthonra elnevezésű fórumán a diákok nem csak a kézműves finomságok, hanem az előadások iránt is érdeklődtek. Mint mondták, sok volt számukra az újdonság. Igazából, hogy milyen változatosan lehet folytatni egy étrendet. Én ugyan vegetáriánus vagyok, szóval egy része nem vonatkozott rám, de a zöldségekről még mindig tudtam meg új dolgokat, szóval meg gyümölcsökről. Az ilyen fórumokra nagy szükség van, vélekednek a szakemberek, akik szerint a fiatal generáció szinte egyáltalán nem ismeri a hazai és helyi termékeket, termelőket. Az előadás sorozat ezen is próbál változtatni. Minden esetben a családi szokásjog az, ami meghatározza az élelmezésüket, illetve azt, hogy ők mit szeretnek enni. Azt Gombos elnök úr nagyon jól megfogalmazta, hogy az igényeket mindenki meg tudja fogalmazni, a szervezet számára lévő szükségleteket már kevésbé, és ebben van nekünk fontos szerepünk, hogy ezt megmutassuk nekik. A szakemberek szerint a mai fiatalok nincsenek egyszerű helyzetben. Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke úgy fogalmazott, az ifjúság sokszor elveszik az élelmiszerek dzsungelében. A hatalmas kínálatban sokszor felnőttként is nehéz eligazodni, csak a legtudatosabb vásárlók tudják eldönteni, hogy melyik áru a legegészségesebb, hiszen a feltüntetett címkék mögött sokszor csak egyszerű marketing fogás áll. Nekünk sokkal egyszerűbb dolgunk volt akkor, mert nem volt ez az iszonytató kínálat, ez a globális kínálat. Mi helyi tettünk, frisset tettünk, szezonális tettünk, egy szűk választék volt a nasiból is, úgyhogy most ez sokkal nehezebb. Az előadás sorozat tovább folytatódik, a cél, hogy minél több iskolába, óvodába eljussanak. A szakemberek szerint az egészségtudatos táplálkozás és a helyi termékek fogyasztása a legfontosabb, hogy egy olyan generációt neveljenek, akik helyi termelőktől vásárolnak, biztosítva ezzel megélhetésüket és elősegítve a vidéken maradást. Újabb ipari telephelyek létesülnek Kaposváron, amint egy 556 millió forintos visszanemtérítendő uniós támogatásnak köszönhetően ezúttal a 67-es főút mellett a Füredi út keleti oldalán a Raktár utcai körforgalom és a MOL benzinkút csomópontja között alakítanak ki ipari területet. A beruházás során közművesítenek, szervízutat és járdákat építenek, amelyet a megfelelő közúti jelzésekkel, tereptárgyakkal látnak el. Kiépítik a csapadékvíz elvezető rendszert, víz- és szennyvíz hálózatot, közvilágítást létesítenek, de terep és zöld terület rendezési munkák is készülnek. A cél, hogy a Somogyi megyeszékhely újabb vállalkozásoknak adhasson otthont. A beruházás 2019 őszén fejeződik be. Szigorodik a horgászrend a Balatonnál, a pecások többsége örül a változásoknak, hamarosan láthatják a részleteket. A Kaposvári Egyetem idén sem hiányozhat az ország legnagyobb felsőoktatási seregszemléjéről. A ma kezdődött 19. Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon az Agrár- és Környezettudományi, a Gazdaságtudományi, a Pedagógiai és a Riplrónai Művészeti Kar is bemutatkozik. Emellett a hallgatói szolgáltatásokról, így a kollégiumi ellátásról és a diák hitelről is többet megtudhatnak a felvételi előtt állók. A Kaposvári Egyetem képzései iránt érdeklődőket január 10-e és 12-e között Budapesten a Hung Expo A csarnokában a JF06 standnál várják. A rendezvényen közel 200 kiállító és több mint 52 000 látogató vesz részt évről évre. Az adóhatóság ebben az évben még több adózónak készít adóbevallási tervezetet. A magánszemélyeken túl már a mezőgazdasági őstermelőkhöz,
és az ÁFA fizetése kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan az egyéni vállalkozóknak is. Változás idén, hogy a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési határideje egységesen valamennyi adózóra vonatkozóan 2019. május 20-a. Már minden személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos információ elérhető a NAV honlapján, mondta Poszovácz Gabriella. Mint azt az adóhatóság Somogy megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferense kiemelte, idén már több adózónak készíti el bevallási tervezetét a NAV. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevallási tervezetet készít a magánszemélyek, az őstermelők, az áfás magánszemélyek mellett már az egyéni vállalkozók részére is, illetve fontos információ és változás, hogy egyéni vállalkozóknál is változott a bevallás benyújtásának határideje, amely egységesen május 20-a. Az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek viszont az adott tevékenységből származó jövedelemmel, illetve az adóhatósági nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal ki kell egészíteniük a tervezetet még a beküldés előtt, tette hozzá Poszovácz Gabriella. Aki önállóan szeretné elkészíteni SZIA bevallását, megteheti elektronikusan a nyomtatványkitöltő program segítségével. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek, ezt benyújthatják papír alapon is. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, megtekintheti az adóbevallási tervezetét március 15-től az e-SZIA oldalon, ami az e-SZIA.nav.gov.hu oldalon érhető el. Egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és áfás magánszemélyeknek módosítaniuk kell az adóbevallási tervezetüket, amelyet néhány kattintással megtehetnek. Aki viszont nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, akár csak tavaly kérheti az adóbevallási tervezet postázását. Nincs változás abban sem, hogy az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról elektronikusan és papír alapon is lehet rendelkezni. Elhunyt Bolvári Antal a kaposvári születésű kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 86 esztendősen hosszantartó betegség után kedden reggel kórházban érte a halál, tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot. Bolvári Antal 1932. május 6-án született Kaposváron, sportpályafutását úszóként kezdte. Legnagyobb vízilabdás sikereit a Budapest Honvéd sportolójaként érte el 1952 és 1956 között. Helsinkiben és Melbourneben tagja volt az ötkarikás aranyérmes csapatnak, 1951-ben főiskolás világbajnoki, 1954-ben Európa-bajnoki címet nyert. A Melbourne-i olimpiát követően 5 évig Ausztráliában élt, majd hazatérve itthon folytatta a vízilabdázást. A Helsinki Olimpia 50 éves jubileumi ünnepségén ő vitte a magyar zászlót a megismételt ünnepélyes megnyitón. Császári és királyi gyalog ezredként számos fronton harcoltak a 44-esek. A rossebb bakák Olaszországban és Oroszországban egyaránt küzdöttek, mondta az ünnepi megyehéthez kapcsolódó előadásában Szakály Sándor. A történész professzor kiemelte, rangtól és foglalkozástól, vallási hovatartozástól függetlenül bárki tagja lehetett a somogyi ezrednek. A 18. század közepére nyúlik vissza a 44-es gyalog ezred története, amely csak a 19. század vége felé lett somogyi kötődésű. 1867-ben például Nagybajonban egy 644 fős zászlóalj teljesített szolgálatot, azért, hogy kiírtsák a helyi rablóbandákat, mondta a megyehét keretében tartott előadásában dr. Szakály Sándor történész. Mint kiemelte, sok helyen megfordultak a katonák, a császári és királyi gyalog ezred 3 zászlóalja Bécsben, egy pedig Kaposváron állomásozott, amikor kitört az első világégés 1914-ben. Ez a gyalogezred gyakorlatilag az első világháború minden frontján megfordult, és tisztességesen kivette részét a harcokból, és meg lehet nézni, vagy meg kell nézni azt, hogy az ezred állományából hányan és milyen kitüntetést kaptak, illetve később kik lettek azok, akik különböző magasabb katonai vezetői posztokra kerültek, és én azt gondolom, hogy ez jelenti azt a pluszt, amit Somogynak nyújthattak és Somogynak adhattak. Oroszországban, Olaszországban, az akkori Románia területén, de Szerbiában is harcoltak a somogyi bakák, mondta Szakály Sándor, aki kiemelte, rangtól és foglalkozástól, vallási hovatartozástól függetlenül bárki tagja lehetett a somogyi ezrednek, amelynek létszáma 1000 és 3000 fő között változott.
A prokomitátus Somogy címmel kitüntetett egykori miniszterelnök Boros Péter édesapja is 44-es katona volt, folytatta a történész. Az édesapja tartalékos főhadnagyként ebben a gyalogezredben harcolt, és elég szépen dekorált tiszt volt, úgyhogy ezért Boros Péter édesapját egykor a vitézi rend tagjai sorába fölvették, mert olyan kitüntetései voltak, amivel ezt kiérdemelte. A 44-esek az idők során káromkodásukról megkapták a rossebb jelzőt, így ma már az ezred tagjait rossebb bakákként is említik. Nem véletlen a számegyezőség, amikor a területvédelmi zászlaj megalakult itt Somogy megyében most októberben, egy Somogy megyére hivatkozással, mi a Somogy megyében voltak a 44-es rossebb bakák, ezért itt tervezetten a 44-eseknek a nevét vettük fel. A 44-es gyalogezred bakáiról több könyv is készült, de a kaposvári Berzsenyi parknál álló emlékműnél is rendszeresen tisztelegnek a rossebb bakák emléke előtt. Diákcsínyek, versengések, ellentétek, sok konfliktus helyszíne lehet az iskola. Gombos Péter, a kaposvári egyetem oktatójának darabja, a tanárdiák, igazgatótanár, szülődiák, diák-diák közötti aszimmetrikus kapcsolatokról szól. Az Osztály Vigyázz című előadást a kaposvári Csiky Gergely Színház stúdiójában mutatják be január 12-én. A darabot Fándli Csaba rendezte. Egészen elképesztő elektronikus dallamok szólnak ma este a Gömbkilátóból. Novemberben debütált a Rare Music Formation. A csapat igyekszik egyedit alkotni az elektronikus zene műfajában. Legutóbb Kecskemét egyik ismert látványosságáról, a Cifra palotáról jelentkeztek egy közel egyórás videóval. Most pedig Somogy és a Balatonpart egyik jellegzetes helyszínéről, a Balatonboglári Gömbkilátóból közvetítik majd az audiovizuális élményt, amelyet 20 óra 20 perctől lehet követni a képernyőn látható közösségi oldalon. Több ponton szigorodik a horgászrend a Balatonnál. Az egyik legfontosabb változás, hogy az éves kvóta felett nem lehet még emeltáron sem második területi engedélyt szerezni. Az érintettek nemrégiben egy horgászkonferencián ismerhették meg a részleteket, többségük üdvözölte a változásokat. Soha nem volt még annyi horgász a Balatonon, mint 2018-ban. 91 ezer területi horgászjegyet értékesítettek tavaly, ezek összértéke 788 millió forint. Ez az előző évhez képest 7%-os növekedést jelent. A legnagyobb bevételt nyilván az éves jegyek hozzák, több mint 22 ezer fő körüli horgász van, aki éves jeggyel rendelkezik. Nyilván nem mind helyi lakos, közöttük is vannak horgászturisták, nyaralóval rendelkezők, akik rendszeresebben járnak le Balatonra, de egyértelmű, hogy többen vannak a darabszámban, a horgászok darabszámát tekintve többen vannak a időszaki jegyet váltók. A társaság idén sem emel árat, így a horgászok már 8. éve ugyanolyan áron válthatnak jegyet. Február 1-től azonban életbe lép néhány változás, amelyet előzetesen a Balatoni Horgász Konferencián megismerhettek az érintettek. A többi között az éves kvóta felett, amely 100 darab nemes halat jelent, már nem lehet majd újabb területi engedélyt váltani. Ha egy családban egy ember horgászik, az 100 darab darabkorlátozással védett halat jelent, hogyha csak 2 kilóval számolok egy átlagot, mondjuk ponyból vagy süllőből, akkor az 200 kiló halat jelent, tehát egy családéves halfogyasztása, ez bőven átlag felettinek mondható. Én bőven elégedett lennék egy 50 darabos kvótával is, szerintem a jövőben erre majd talán lesznek is változtatások ezzel kapcsolatosan. További változás lesz még februártól, hogy a Kis-Balatonnál nem korlátozzák majd az éjszakai horgászatot, és engedélyezik a szonár használatát a Balatonon. A halőrök ugyanakkor a szágban akár napokig is gazdátlanul hagyott halakat elkobozhatják, illetve abból visszaengedhetik. Keményebben szankcionálják a jövőben azt is, ha valaki nem vezeti előírásszerűen a fogási naplót. Akár egy évre is eltíthatják a balatoni horgászattól. Ismét finn módszerrel ellenőrizték az autósokat a rendőrök szerdán Kaposváron, írja a polisz.hu. A már jól bevált technika lényege, hogy csak azt nézik, hogy a sofőr fogyasztott-e alkoholt vagy sem. Aki nem ittas, tovább engedik. Aki viszont pozitív eredményt fúj, annak félre kell állnia és eljárást indítanak vele szemben. Az akció alkalmával több száz autóst állítottak meg, de egyetlen ittas sofőrt sem találtak. Helyi termékekkel ismerkedtek a siófoki diákok. A fogyasztói tudatosságot erősítették az Agrárkamara fórumán. Akik hírét vitték Somogyban. A rossebb bakákról tartott előadást Szakály Sándor történész professzor.
Szigorodik a horgászrend a Balatonnál, konferencián tájékoztatták a pecásokat. A Somogy TV adását élőben is követhetik a www.somogytv.hu oldalon. Marad a hideg, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel.